Teljes mértékben egy olyan feldolgozást próbáltuk mi a fiatalokkal színpadra vinni, ami kicsit közelebb áll a mai világnézethez, egy begyöpesedett ponthoz. Lényegében van egy díszletünk, ami egy standard játszóteret imitál, amiben lényegében megfogalmazódik az egész károkatonák története, mindenféle szituáció, táj és cselekmény egy bizonyos ponton. Egy bizonyos díszletben játszódik le, az teljesen más, hogy mindenféle pont, azt mi rajzoljuk ki, hogy az vágóhíd éppen, vagy egy nádas. Tehát egy nagyon jól összerakott effektekkel megküldött előadás lesz, füstgéptől kezdve fényig minden, és mindazonáltal benne van a Károkatonák története, ami egy a bácskai tájat írja le úgy, hogy maradunk, vagy elmegyünk, ha elmegyünk, visszajövünk-e, ugye a Károkatonák nem jöttek még vissza, de a fészkeiket elfoglalták már a gémek.